Szeretnél egy olyan szerveren játszani, ahol nincsenek hackerek? Töltsd le kliensünket és játsz velünk együtt! www.mindsight.hu. Na, srácok, én arra a szigetre át is flyolok. Megengeditek. Oké. Na, sziasztok srácok, én Black vagyok, itt vagyunk egy következő videóval, ez pedig a hackelünk első része. Az a sorozat, ahol a Minecraft szervereken fogjuk tesztelni a szép is hackeket, méghozzá a Magyarország leghíresebb Minecraft szerverén fogunk hackelni. Ez nem abból a célból készül ez a videó, hogy hú, de vagány, meg mit tudom én, hanem hogy melyik szervereken lehetnek hackerek, szóval, hogy felmentek és találkoztok hackerekkel, akkor ne csodálkozzatok. Úgyhogy végig fogunk menni Magyarországnak a leghíresebb szerverein, méghozzá az implicitével kezdünk, a bolond shitplicitével. Méghozzá egy Flux B13-as fogunk rásújtani. Linkeket nem fogok megadni, meg stb. Mert ez csak egy ilyen teszt, hogy mert azért mennyire hackbiztos egy szerver. Tehát kezdjünk egy, nem tudom, valami Skype API szerveren kéne. Ezen. Ez jó lesz, ez az extrém. Fel is jöttünk a szerverre. Oké, szerintem megnézzük, hogy van-e valami kit. Van monéjünk? Úristen, mi ez a sok izé? Kit im... nem, az 12500. Kit alap? Úristen. Ez fantasztikus. Oké. És kapcsoljunk be dolgokat. Antibots. Ezt ki is kapcsolom. Az antibots az nem kell nekünk. Viszont egy autopot. Azt se kell most nekünk. Killaura se kell most nekünk, a kritikázt automatikusan be is kapcsoljuk. Jöhet a movement, movementnél még nem kell nekünk semmi, viszont automatikusan be is bindeljük magunknak a flight. Bind, fly, F. Az F-re be is bindeltük magunknak a flight. Oké, a hoodot nehogy kinyomjátok, hogyha használtok ilyet, mert a hood az az oldalsó menü, az pedig nem lenne jó. Egy X-ray-t azért megnézünk. X-ray-jel. Aha, lehet X-ray-ezni. Auto-eat-et azt bekapcsoljuk. Dörpöt nehogy bekapcsolja valaki, mert automatikusan leesik, hogy cheat-el. Fastlace, chest stealer-t azt be is kapcsoljuk. Az annyit tesz, hogy kinyitod a ládat és automatikusan kiszeded mindent belőle. És egy triggerbotot nézünk meg. Viszont triggerbotot is bebindeljük. Bind triggerbot. Azt pedig a G-re bindeljük be. Hoppá, trigger. Bind trigger, G. Oké, szépen. Na, srácok, én arra a szigetre át is flyolok. Megengeditek. Oké, itt is vagyunk. És szépen be is kapcsoljuk magunknak. Szóval, fly people, lehet flyolni az egész szerverem. Persze ez nem minden kliensre igaz. Szóval... Flux-szal 100%-osan tudtok repülni. Fast break, break aura. Jajaj, meg is támadtak minket. Persze gyémánt szettesek. Lássuk, hogy van. Kit alapot le tudjuk írni egyfajtában. Jó. Auto armor. Auto armorunk pedig meghalt. Konkrétan. Nem is kapcsoltunk be? Nem. Jó, auto armort is bekapcsoljuk. Az is pipa, az is megy. Lássuk, a ládákból ki tudunk lootolni automatikusan mindent, természetesen. Akkor a kardot is kicseréljük, a páncélt azt pedig ugye fel is veszünk. Ah, fel is vette automatikusan a gyémántszettet. Auto eat is megy szerintem. Jó, ebből a ládából is kiszerünk minden cuccot. Jaj, tele van mindenünk, úgyhogy jaj, itt nem lehet kidobálni cuccot, mert jaj, ne. Na! Akkor most átflyolunk, mit tudom én a... Azért jó, hogy ezt a mappot én ismerem, meg van nekem is. Én átflyolok erre a szigetre. És keresünk valami ellenséget magunknak. De nagyon hack biztos ez a szerver. Mindent lehet csinálni. Ez garantáltan, ide feljöttök, olyan nagy görcsöt kaptok, széthullik a hajatok. Kihullik a hajatok. Úgyhogy... Az erőpoti, az azért kéne most nekünk. Jaj, kidobáljuk ezeket a szarságokat. Nekünk nem kell.
veszünk egy kis erőpotit. Jó, táblából is ki tudjuk venni normálisan. Oké. Most egy gyémánt csak meg az ilyenek hovált. Na mindegy. Én úgy láttam, hogy láttam volna rajtunk. Szépen. A G-vel bekapcsoljuk a triggert. Semmi probléma, lehet triggerözni ezer örömmel. Megnézzük más fele is. Keresünk valami ellenfelet magunknak. Ó, itt egy gyémánt gatya, ezt gyors fel is vesszük. Itt meg egy gyémánt sisak, ezt is gyorsan felvesszük, ami auto armor. De itt feljöztök el, implicitére garantáltan. Fluxon lehet csalni, úgyhogy aki nem szereti a csalókat és nem szeret agyhúgy görcsöt kapni, az biztos, hogy ne jöjjön meg. De van a AC, ugye? Á, nem lehet megnézni, persze, minden normálisabb szerveren meg lehet nézni, hogy milyen AC van. Autó itt is megy tökéletesen. Várni kell, amíg megeszi. Itt van valaki, magunkra dobjuk a potit. Jó. Jó, van OP almája. Megöltek, most nem ez a lényeg, hanem hogy végig teszteljük. Oké, most hogy a trigger megy, szerintem be is bindeljük a killaurát is. Bind. Killaura, azt pedig bebindeljük a kára. Oké? Tehát most nincs benyomva semmi. Lássuk, hogy van-e valami megint ezekben a ládákban, vagy mit tudom én mi. Ebben nincs semmi, az azt jelenti ilyenkor. Ebben volt. Jó kis tudsz ez a flux, úgyhogy abszolút bőszem flyolhattok is, átfájok erre a szigetre. Át tudnék, de most nem tudok. Abszolút. Bármit lehet csinálni. Most egy aurát kipróbálom még, azt szerintem. Szerintem. Hát ez valami hipergagyi anti-cheat, úgyhogy semmit nem ér, ami most itt bent van. Annyit csalhatok, amennyit akartok. Szó szerint. Inkább mindset ajánlom, ahol 0-6 csaló van, mert itt én megdöglenék, szó szerint. Nézzétek! Teva, ennyi volt, nagy. Aurát pedig nem tudom kipróbálni, mert megölnek automatikusan. Viszont megnézzük, hogy mennyi pénzünk van, $1000. Ó, ez nagyon sok. Figyeljetek, átflyolok arra az izé szigetre, az arra, ahol lehet ilyen ingyen gyémántszettet szerezni, figyeljetek. Melyik sziget volt? Régen én is játszottam extrémen. Jól emlékszem, akkor az arra fele van az a sziget, úgyhogy én megyek oda. Nem itt, hanem azon az oldalon valahol. Én itt be is szökünk, fly-jal. Viccel a szerver, srácok, ez mi? Kuka? Jó, most megöltél, de semmit nem érsz vele. Jó, lehívunk megint egy ilyen kit tagot, vagy mit? Kit tag. Vagy mi a faszom ez? Kit alap. Jó, oké. The Witchcraft. Killaurát bekapcsoljuk. És nagy szükségünk lesz rá. És átfájolunk és lecsekkoljuk ezt a szép kis gyémánciget. Jó, szépen fel is flyolok. Ott átflyolunk. Ó, már más is repül. Látjátok, milyen jó az a szerver. Azt a rohadt élet. Ez aztán... Na, erre mindjárt lecsekkolom, hogy meg tudjuk-e nézni a pluginokat. Ó, már is van tudcunk. Nice. Nice. Oké. Okay. L4-es kard. Sose tudtam, hogy mi értelme van az Extreme PvP, vagy Extreme Craft tucnak. Oké, hát hogyha ez a gyerek a közelünkbe tud jönni, az... Át tudok ütni a leveleken, srácok, fluxa. Nem tud... minket nem fog tudni megütni. Viszont én szétdarálom ezt a gyereket. Látjátok, hogy nem tud minket ütni, viszont mi át tudunk ütni simán a leveleken killaurával. Wow! Gyere ide! Úristen. Na jó van. Á, fel is jutottunk. Nice.
Oké, már csak csizma kéne. Ami hogyha... minden jól alakul, az itt van. Spell spam. Spamolni pedig egy másodperc alatt lehet. Jó, itt ez csodálatos volt, srácok, úgyhogy... köszönöm szépen, hogy itt voltok velem. Sziasztok.